Hát sziasztok, Csácsi Mihelló! Elvettem meg itt. Bizonyám, visszavettem a koszorúmat. Kell a koszorú, mert muszáj a koszorú. Na, mit dudoljak nektek? Hosszú fekete haj, de szukár ez a csaj. Túlságosan gizda, a lóé a mennista. Vesztes Isten, így van? Na. Hát nincsen koszorúm, úgyhogy vécépapírra tettem tele a fejemet. Belőle nincs rá koszorúra pénz. Hosszú fekete haj, de sukár ez a csaj. Túlságosan gizda, a lóé a megdista. Olyan kamerós a barátom, olyan sukár csávó belátom. Olyan kopasz az én csávom. De nincsen nála százhoz egy mirány. Kodára csuklok. Na, kiára rajta a szemem legyen. Csuklok, ez lehet közé. Begyünk a mahé. Na, megyek, ki kell menjek a telefoni, mert hív közé. Az, amíg olyan gyorsan tudom kell, hogy mi újság vele. Hogy van, Bözi? Ne csörögj annyira, ha mindjárt felveszem. Aki húzáljon beléd. Bözi, Bözi tarka, se füle, se farka. Nem veszi fel, Bözi. Kinyomta, Bözi. Na. Majdtán felveszi a Bözi mama. Bözöny. Viszket a szemem. Lehet sírni fogok, de nem akarok, bizony. Egészségedre, Bözi mama. Ide a te is úgy, ahogy én. Bizony, Bözi mama. Iszok az egészségedre. Addig becsapjon beléd. Már. Nagyon fincike. Bizonyám, megittjük mindent. Bözi mama. Na. Azt mondta, a Bözi elment a piacra. A piacon megállt, kérdezte tőle egy sukácsávó, Bözi mama, hát te hova mész? Azt mondja, az anyád picsájába, kisfiam. Azt mondja, hogy beszélhetsz ilyen csúnyán? Hát azt mondja, bazd meg, te vagy a fiam. Azt mondja, nem mondod, Bözikém, hogy te vagy az én gyermekem, vagy a gyermeked vagyok. Akkor enyém a nyugdíjat. Drága fiam, nincs nekem nyugdíjam, csak segélyem. Hát szerinted minek járok ki a piacra? Kiállok a 67-es útra. Ó, csak nézett a fia. Azt mondja, anyám, szólítatlak anyucinak? Azt mondja, persze, szólít csak nyugodtan. Én meg kiültem, loptam egy tyukot. Megpucoltam, és jöttek a rendőrök, anyuci. Megbüntettek. Kérdezték, hogy miért luktam tyukot. Hát belüktem a tóba. Azt mondják, mit keresett az a tóba? Hát sajnos én. Bement a pipike fürödni. Ő kívánta, hogy fürdik a pipi. És mondják, hogy mit keresett ott a toll. A pipinek a tója. Hát azért, mert a pipi leszettem magáról, mert ment pancsizni. Azt, hogy nyugodtan legyenek, mert visszajön a pipi. Ott vártak egy kis időig a rendőrök. A pipike tényleg pancsizott. Majd csak elmennek a rendőrök, gyorsan szalad. Szalad a paraszt a tyuka csíkével, így mondom, és beletette, hazament, beletette a fazikba. Azt mondja, üss rá, fazik, főj meg, csirke. Nem főjt meg. Azt mondja, mi arra nagyon se van ezzel a csirkével. Azt a bingóját teszünk bele egy kis kaszinó tojást. Beletett 3 kaszinó tojást. Na, erre nem kikert a kaszinó tojás bakter. 3 csibe is lett benne. Húha, gondolkozik a paraszt, azt mondja, Jézus Mária. Azt mondja, hát én meg akarom főzni a csirkét, erre ki kell a kaszinó tojás. Azt mondja, még olyat, ha mit csináljunk. Na. Kivette a kaszinó tojásokat, a csibéket, azt mondja, hogy itt maradtuk, mert viszi őket tovább. Benem.
Főzi, főzi tovább. Azt mondja, a radairól sebb, hogy nem eszi meg. Hát ez nem akar megfőni. Na, szurkálja, piszkálja, mindent csinál. Azt mondja, mi az Isten tegyek bele. Bele öntött szódabikarbonát, hogy puhuljon. Így ült szépen. Azt mondja, hát mi az Istennek nem főlesz már meg. Tartotta, tartotta, és nem főlt meg. Azt mondja, bakter, kifogyott a gázpalack. Most mi az Isten csináljak? Hát kivitte a pibit, és bográcsba tette. Majd csak jönnek a szomszédok. Szomszédasszony, mi ott főz? Csukott! Azt mondja, most csukott vagy csirkét? Mind a kettőt. Mert azt se tudom, hogy mit vettem a piacon, akkora vakkori vagyok. Csirkét vagy tyúkot? Erre mondja a szomszédasszony, Bözsike. Azt mondja, hallod, hát ide majd én megfőzöm. Na erre átment, odaadta neki a Bözsikének. Bözsike belerakta a fazikba, megfőzte, és megette mindet. Majd csak megyen, érte a paraszt, azt mondja, Bözsi, hol van a csirke? Megadjuk. Azt mondja, hát megettem, fiam. Hát te mondtad, hogy főzzem meg. Azt mondja, hát a rákot a veledbe kera. Hát nem azért adtam oda neked a tyúkot meg a csirkét, hogy te megzavár. Azért adtam oda, hogy megfőz nekem te. Prikezjá, erre nem megette. Úgy kezdett sírni, rélni, szegény paraszt, hogy megették a csirkét meg a tyúkját, a tamingóját. Utána átjött hozzám, kérdezte, hogy drága látos Ivolyám, megettem a tyúkot meg a csirkét. Mondom, hát mi az Istennek etted meg? Azt mondja, sírva szartam ki. Azt a mingója. Hát mondom, hogy az Istenbe? Hát elvitted a parasztó? Azt mondja, hát igen, mert nem volt mit enni. Azt a mingóját mondom. Egyem a szívet, honnan a gyűrű? Azt mondja, hát muszáj voltam leadni az atyival. Hát miért adtad le, Bözsi? Azt mondja, azért adtam le, mert nem volt kegyél. Úristen, mondom, hát de most mentél férhez, akkor miért adtad le? Hát mert nem volt mit enni. A tamingóját, hát a papa, a kopasz papa ilyenkor mit csinál? Azt mondja, ül és nézi a tévét, de vak. Ó, jaj, mondom, akkor azért nem tudta, hogy csirkét főző vagy tyúkot. Vakkodi. Regány. Na, találjátok el, amit mondok, és ígyunk együtt ézingre. Ó, az ez isteni. Pikachu, neked is sok az esküvőd volt. Képzeld el, engemet is eljegyeztek, de leadtam az acsiba a gyűrűmet. Muszáj voltam, mert nincs mit enni. Betany, láttam. Ilyen, itt van a fátyol. Na, van 7 emelet. Timikém meg ne szólalj, és Anikó Mornásje. Senki ne szólaljon meg. Várom a választ. Van 7 emelet. Abban mind a 7 emeletben van Pikachu nőszemély. Egyik emeletre felmegy a pacák, megkérdezi. Megdugja a Pikachut. Jó volt, faszom. Ó, csak nézd. Nem volt jó a facsa. Felmegy a másodikra, megkérdezi. Jó volt, Pikachu? A facsom. Nem volt jó. Megyen a harmadikra, negyedikre. Megkérdezi meg én. Jó volt, facsom, Pikachu? Nem volt jó. Azt a bingóját. Ment tovább. Megyen felfele, felmegy a tizedikig. Megkérdezi, jó volt, facsom? Nem volt jó a facsa. Hát még olyat. Szegény Pikachu sírva fakadt. Hogy akár mit csinál, nem volt jó a facsa. Belőny. Várom a jelszót. Most már várom, de nem mondok csinált, mert titeket szeretlek. Milyen szép ászlim van, bizony, én is megházasodtam. Tömű már tudja. Én mindenki.
Ginám, nyugodj meg, egyem a kis szívedet. Ne törődj vele ezzel a banyával. Lófingot nem ér. Na, hány emelet van? Icsak az egészségére, Ginám. Ide vidom. Icsak az egészségére mamának, amikor pusztul meg. Mama! Hol vagy, prikezia? Ne foglalkozz vele, én is elbánok vele, nyugodt legyél. Holnap meg apáca leszek. Feketébe apáca. Elbánunk a szutyimutyival. Na, elárulom nektek. Mikor volt 1 millió nézettségem, akkor mindenki írta, 11 emelet 12. Seggfejek. Hát 7 emelet van. 7 emelet. El lett mondva. 7 emelet van. Abban mindenhol egy kúra. Abban Pikachu van. 7 emelet. Bocsánat, de egy kicsit lelóg a sarka. Hey, bözsi, bözsi, eszem azt a csöpp kicszát. Van-e benne egy kolba ez talán? Hey, bözsi, bözsi, eszem azt a csöpp kicszát. Van-e kolbász a szárban? Nincsen bözsinek benne. Ha mi az Isten csinálod? Pikát! Ha mit csinálsz, hogy nincs kolbász a szádban, Gabszer? Ilyenkor fúrjázni kell. Szakszofon. Bizony, meg kell fújni a pipát. Béke pipát. És az azt mondja neked. Hosszú fekete haj, de csúnya ez a csaj. Túlságosan gízda, lóvia meg nyisda. Hosszú fekete haj, de sukár ez a csaj. Túlságosan gízda, lóvia meg nyisda. Na, hát igen, hát igen, így van. Az egyem, nyitta a lóé. Itt vegyek neki, nem csak itt a karácsony, Bokter. Itt vegyek. Veszek neki egy bíbrokit. Szerintem az a jobban jár. Annyira unatkozik szegény mama. Szerintem az jó lesz neki a bíbroki, nézd már meg, hogy forró, olyan gyönyörű. Sokkal szebb, mint a tiéd volt. Bizonyám, legalább az enyém fehér. Hó, fehér. Neked nem is volt a fejedbe, Bokter. Nekem megvan. Gyönyörű. Gyönyörű, mert megláttam az acéba a picsába. Ha minek az? Nem kell, inkább vettem belőle 2 kilós kenyeret. Vedem meg 1 kiló zsírt. Hát igen, meg egy uborkát. Igen. Bizony, megkínálom azaz az embereket bizony vendégségre. Mivel, hogy nem volt mivel főzicskézzek. Nem volt mit enni, így nem tudtam annyi embert megkínni, Bakter. Hogy megkínáljam őket enni? Azt a vingóját inkább táncikoltam, de még azt sem nagyon bírtam, mert kitört a sarkam. Hát, loptam én a táncot, de nem tudtam, hiába jártam. Ide, oda, rutyogtam. Hát, még fel is vettem a seprűt. Gondolkoztam, felüljek rá és repüljek. Seprüm, seprüm, mondd meg nékem, mikor megyek a mennyezékbe? Nem válaszolt a seprű. Még egyszer megkérdezte. Seprű, seprű, mondd meg nékem, hogy menjek fel a fellegekben. Nem válaszolt. Azt mondja a seprű. Te akkora csuda vagy, hogy téged nem viszlek fel. Puk, veszett a seprű. Hát erre újra elkezdett sepregetni. Kérdezi a seprű. Laksi van, Pikács? Azt mondja. Hát lakadalom van a mi utcánkba, félés, mint a pikott csalánya, hivatalos vagyok oda én is. Jaj, de nem mennék a százszor üzennék is. Erre az
különösebb. A te minója. Ha kérdezd a rada érésednek, ha visz téged fel a csúcsra, a mennyország. Oda menjél le a pokolra. Na, erre jönnek egy Pikachu. Ne csináld le nem esetni. Elszomorító levekarok repülni. Jó messzire. Akkor dudulj vele egy Pikachu. Hát erre elkezd ezt a lomotát. Ülök a szobába, búsam egyedi, és egy álló faszra gondoló. Érzem a pinámat, jaj, sírom, akadok, hát ez bizony berúzdásodott. Jaj, azt, ami már nulla bírbe baszta hitelre, a pucimban fasz nem lenne, ilyen dög lenne. Utoljára, drága, azt kívánom én, hogy a te falkod legyen nagyon jó kemény. Nem tudom, hogy elhiszed-e még, hogy ez a punci csak is a tiéd. Ha vagyonodra vágyok, a gyűrű már rége hánytam, nem tudom, hogy elhiszed-e még. Bocsáss meg nekem, drága, kedvesen, leadtam az acima szép gyűrűmet, gondolkodok rajta, jaj, mi lesz velem, hát én nem halok, drága, kedvesem. Bizony, én fukanyom, baba, mit leadta az acima a gyűrűt? Bele, baba, tényleg én, ha a tabinója, nem tudom, hogy mit akar dudolni a mami. Sugárálni. Lakadlanul van a mi utcánkba, véreznek a buszokányi lánya. Hivatalos vagyok oda is, én nem mennék a százszor üzennék is. Minden nem mennék oda? Lágziba. Ennél is egy fátyom nem maradt. Nem adja meg a jó ütened, csinos akarok lenni, kemúlyan. Így bizony. Na, nem csak te vagy meg a szín, Pikachu, csak azt nem tudom, hogy miért köcsös ruhába táncikoltál. Elme bajos, ott se pregetett. Jézus Mária, mindjárt én is se pregetek, barakom. Lakadalomban a mi utcánkba, vérez ment a boszorkány lánya, és elkezdett se pregetni, bizony. A lehet a szerencsét tudott neked. Elme bajos. Szia, Gina. Hát igen, kész idők, nem látod, megyek férjed. Bizony már elvettek félre, de most megyek a másikhoz. Egyik gyűrűből megyek a másikra. Egyik gyűrűt leadok, onnan is lóvé. Másikat is leadok, onnan is lóvé. Bizony, amíg jól élünk. Az igyem. Pikachu ide a paradicsom levet, mert már ettől a kamillás tejától megszédül az agyam. Ja. Hol van a Pikachu? Igen, az jövő. Ne, se itt a lakzimra. Ha már nem is volt mit enni. Kárnak jött volna. Kemény fény. Bécsi papit, azt tudok adni, de ez a fácsa, úgyhogy ez marad itt. Vagy egy. Hát nem marad oda. Világos? Pikachu. Ez az egyén. Nem adom oda. Bőn. Mindjárt meghúzok. Mert megátkozott. Mert nem adom oda a budi papírt. Bőn. Nincsen a mamának budi papír. Hát, kunyarány államjától. Szegény meghal. Nyugodjon békén, anyukám. Őt nem bántjuk. De jobb lett volna, te pusztultál volna meg. Ó, szerencsétlen mama. Félre ment inkább. Mert nincs hova menni a mamának. Bizony.
És neki jár a korlája minden emberről. Hogy elérül a csapjon belé, bizony. Minden nem foglak betenni. Értette csak elég? Elég így eszállt, elborul a... Így bizony. Ha milyen élő vagyok, a terminóját nem bizony. Neked miért nem volt ilyen mama? A terminóját. Így vérhez menni. Beszarok. Bizony. Vigyázom a vedremet. Újjaj, a konyha közepére kéne mennem. Újjaj. Bizonyíten. De a fácsót nem vehetem le. De már nincs gyuri papírom. Nem most így csináljak. Újjaj. Jajjaj. Keresztem kell egy vedret. Hova kakillázzak, mert beszarok. Ja. Van a még WC papírom annyi? A fátyót nem akarom levenni a fejemről, mert gyönyörű. Valahol kakizáznom kell. Hát ez a konyha közepén. Bajaj. Ójaj. Megyek. Bajaj. Bebeszárok. Nem, behozom a vetret. A tanulóját. Itt is jó nekem. Ugyan mindegy. Majd kiöntöm. Zubá közepére. Hát irassza. Én tisztán állsz, hogy kijöntöm a konyha közepén is. Ushat. Ujjaj, bezárok. Edizéte, mennem kell a vanérért. Bizony. Mennem. Kakilda. Jajjaj. Ujjajjajjaj. Jó nekem a lábos is. Hát nem jó, hogy át a télen bezárok. Be kell szavarja, úristen! Sejtem én már meg szarszom! A tamingóját! Én vagyok Pikachu művésznő! Képzeljétek el, és szálljatok le róla, megyem a szíveteket! Mert én nekem nagyobb a hatalma, mint ti nektek! Világos vagyok! Én művésznő vagyok! Kimondottan! És én vagyok a leges legjobb a világon! Úgyhogy most leülök locsózni. Megyem. Elnézést, ott a WC-papírt. Én vagyok a művésznő, és szálljatok le rólam, mert úgy megverlek benneteket, azt hiszem, hogy beszartok, mert nekem most szarni kell. Az biztos. Mit képzeltek? Híres nő vagyok, és elmondtok engem mindennek. Azt a mingóját hoztam egy lábost, hogy beleszarjak. Elmondtok engem mindennek. Hát én vagyok a leghíresebb. Bizony, ne húzom a gacsómat, mert kocsóznom kell. Bizony. Elnézést. Hova csücsüljek, hogy látsatok? Ne. Jön a kocsimocsi. Megértettétek? Engem ti nem bántottok, mert én vagyok a leghíresebb ember. Összeszálltam magam, új, azt a mingóját. Gyárj, feltébe állítjuk. Mennyivel könnyebb így? Megkönnyebbültem. Mi az Isten tettem én, bakter? Ó, Jézus, leesett a fácsolom. Na, még olyan. Jó, jön a kucsimocsi. Hát, nem tudom, de a fácsolomat biztos nem fogom elhajítani, hogy a segemet kitöröljem vele. Bajaj, Pikács. Én vagyok Pikácsú, vigyázzatok magatokra, mert esküszöm nektek, velem nem jól jártok. Én elmegyek Máté szalkára. Úgy megverlek benneteket? Azt hiszem, minden embert megverek. Megbizony. Mindegyiket meg fogom verni. Mit képzeltek ti magatokról? Híres ember vagyok. Művésznő, elveszitek a hírnevemet. Mit csináltok ti? Szerencsétlenek, rohadjatok meg. Oh. Hát, te mi jó lehet, ez jó.
Leesett a fátyom. Vigyázzatok? Mert le nem jól látok. Tudjátok, én ki vagyok? Egy híres nő. Én már mióta letettem a szapámat, és tudorok, és gyönyörű a hangom. Mit képzeltek ti? Szépen dugolok, éneklek, és ti belém kötöttök. Hogy lenne? Pedig nagyon is jó. Ó, mami, mami, blue, mami, blue. Ja, elé, mindjárt dugolok tovább, csak közben jön ki vele a trocsi-mocsi. Oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Ne. Bocsánat, én rám jön a kaszatás, mire én nebe tegyük. Megint kaszagok. Szerintem zubolj kérem. Ide lakhat a sírója. Te! A rák egye meg a torkomat. Azt tegyem, hogy tudtál tudolni, ahogy én? Mit képzeltem magadról? Mindenki megy a prikeziába. Világos vagy? Mit képzeltek ti magatokról? Kik vagytok ti? Híres emberek. Belem. Elindítettem van a lavó. Vagyis a fazik. A lavó kiukadt, így fazikba kellett egy csücsüljet. Belem. Na, legalább egy híres ember vagyok. Pépé, mi lett a Pikachu vagyok? És nektek ahhoz semmi közöttök, hogy én kihez mentem félhez. Semmi közöttök, úgyse sokáig él. Belem, úgyis elhal, de azt hiszem, enyém lesz minden, a vagyoma, a háza. Belem, úgyhogy én jól jártam, patkányok, mert enyém lesz a ház. Belem, minden az enyém lesz, amit a papa majd, hogyha elhúgy, mindent én fogok örökölni. Az biztos. De teszek is róla úgy, mint anyuciról, hogy minél hamarabb száguljon el. Még hogy boldog vagyok, de hogy vagyok ezzel boldog? Hát csak gyerekek, eszek, iszok, ad nekem ennivalót, egy kis pénzkunyizok, és megyek. Megyek fagyizni, meg hát bejárom a várost. Hát nem jól jártam. Egy dilinyós bolondra találtam, és le tudom húzgálni agyilag. Belőny, elnéz ide, végeztem a budival. Jaj, tényleg örülni. Na, én kész is vagyok. Adta bingóját, jó kiszálltam magam. Tehát most nem a konyha közepén klocsiztam, hanem itt klocsiztunk. Belőny. Na. Úgyhogy lakatos Ibolya, neked üzenem, hogy szálljál le rólam. De nagyon gyorsan, mert elmegyek Máté szakára. Úgy megöllek. Adta bingóját. Lakatos Ibolya mondja neki. Gyere kisanyám, kösd fel a gatyádat, mert mi kocsival oda megyünk. Azt hiszem, hogy nem úszod meg, mert Ibolya felrúg téged miholdnak. Vagy, te nem ismered az én bandámat. Téged nem szeretnek Dávodon. Tudod, elküldtem Facebookra, hogy hallgass meg csak, hogy a dávodiak is rád vannak állva. Bizony, mama, úgyhogy köszön a bugyikádat, mert úszival beülünk a kocsiba, nem kell nekünk 100 ember. Én megyek, és megtapostak, mama. Szerencsétlen csóhingeres. Nincs elhangod, nincs tehetséged, és kihirdeti magát, hogy ő énekes. Vagy te a Ferenc Francod. Milyen énekes vagy? Kacagol állandóban, meg kacsingatsz. Nem is tudom, hogy csinálod. Kinyitod a szemed, az így. Hát még olyat, már még azt is megtanultam, de nehogy eltanuljam tőled, basszus, azt beülök az élőlájba, azt így csináljak, mint te. Szerintem már megtanultam. Ezt a bingóját volt valakitől tanulni valami. A banyától.
Nem áll meg a nevetés. Így csináltam én, Boszi. Ne áll meg így, kigüllesztad a szemedet. Most kacsingatsz, hogy mi az Isten van a szemeddel. Repdes. Repüljönne, tudod, hova a sírba. Ja, Isten. Szegény. Nagyon sajnálok. Te maukus. Te nem is maukus vagy, hanem banya. És képzeld el, meg fogom hívni a Timikémet is, a Ginámat is. Elmegyünk valahol, és összeszedjük a csajokat, és bulizunk egy jót, te szuper szottyos mama. És te ott nem lehetsz. A mi közönségünk között. Bizony. Ginától onnan nem messze leszünk, elhozzuk. Bizonyám. Felvidítsuk. Legyen jó kedve. Szottyos szotyolá. Timikém is ott lesz, a farkas Timikém. Gyereke, ki fogok venni szállodát, ahol le tudunk lenni két napot. Érezzük jól magunkat, de csak azok az emberek, akik megérdemlik. Bizony. Timi, Csabi, Gina, akkor Benehabi, Hajni, leszünk jó pára. A Tucka Anikó, a kis aranykezimet, hajá tud jönni. Bizony. És ott kávézunk, szépen lecsicsülünk, eszünk, iszunk. Mama, nem úgy, mint te, hogy elmentél egy lakadalomba. Szégyentelen mókus, az emberedet meg se puszítod, kopasz lityőt. Semmit nem csináltál, nem volt étel. Hát ilyen lagzi. Hát én végig követtem volna, végig mutattam volna, hogy milyen lagzim van. Itt erőterű asztalkám. Itt egy lagzi, itt működik, te sekfej. És még azt mondod, százon felül voltak. Voltak neked a prikezsiába százon felül. Senki nem volt, te hazugdög. Csak a tejányod vetítette. És végül fenyegette őzik, kitaposom a beleteket. Bizony. Hát akkor a lagzi volt, és sepregetett. Mert gondolom, hogy odaszólt. Lehet. Elkezdett seprögetni. Sepert a mama. Hát lagzi közben sepregetni, te szégyentelen, te. Nézd már vissza a lányodat. Oké? És nem más embereket bántsál. És úgy tudja meg még egyszer Ginát megbántott, hogy a beledet kitaposom. De már rád vagyunk állva. Vigyel, mama. Egészségünkre, a halálodra. Eltalálod, mi ez? Én nem te vagyok, baktér. Bedrogozok meg, beveszem a gyógyszert, és másokra fogod. Ez kamillás teja. Ez kamillás teja. Ettől már én rég felfordul. Kamillás teja. Itt van a paradicsom neve. Ginától miért megbántottad, minden nap fogsz kapni. Az biztos. De nem jó, ha kezdték. Minden nap foglak bántani. Beütözünk apácának, jó? És seprű lesz a kezembe. Bizony. Mi megbántottad Ginát? Üdvözlöm, Andrea. Jónás, szia, üdvözöllek. Szép estét. Tudok én normális is lenni, de valaki csesztet, vagy éppen az én ismerőseimet, akit megkedvelek, cseszteti, azért kiállok. És te, Pikachu, cseszteted a kis farkas Timikémet is. Bizony. A Ginát, mindet. Na, Dibike, helyre rak. Azt hiszem. Nézd meg a Facebookot, Pikachu. Hogy Dávodra mennek kapával, ásóval szíjeverni a fejedet. Nézd meg csak. Bedany. És lekurváztak. Azt szaggass meg, Pikachu. De továbbítom, hogy mindenki hallgassa meg. Hogy senki nem kedve.
Mit hazudgálsz, hogy ezt hívok, meg azt hívok, senki nem megy sehova. Mert gyűlölnek, mint a szart. Tudják, hogy egy büdös, retkes ribanc vagy. Bizony. Az vagy. Semmi más nem vagy. Biztosan. Hát a házat hallott, felfordulva volt. Hány ingel jött rá, mikor leütél a vécére, azt látom, szana szék minden, fúj. Vigyelek be a fürdőmbe, megnézed, milyen fürdőszobám van, te prikezsia. Kis ginámat el fogom hozni, hogy itt legyen egy kicsikét velünk. Hogy nyugtasson meg, te miattad, te szerencsétlen. És vállalom bizonyám. És jó kedve lesz, mert vidítani fogom, hogy helyre jöjjön a kis élete. El fogom hozni. Így megbántani valakit. Huszt is szeretettel fogja várni, és én is. Bizony, hogy kicsit kapcsolódjon ki. Visszük majd ide, oda nézen szét, itt mik vannak, stb. Elviszük, hogy kapcsolódjon ki. Timikém, tudod, hogy te hozzád is megyünk. Úgyis a ginát elhozzuk. Elveszük a kis csapatot. Bizony. De ez nem állapot, amit ez a banya mivel. Megint zaklatott. Megint. Rohadjak meg. Mit képzelek én magamról? Hát rohadjon meg ő. Szia, Mónika Kovács. Hát Pikachu művész néven nincs bírás, tudod? Bántsa a Ginát, bántsa Évát, mindenkit, minden, aki sorozatban itt van, mindenkit, tudod, engemet, páromat, a gyermekemet, mindenkit szájára vesz, tudod? Akkor Hajni Benehabiékat, Duka ezt itt, aki nem is bántotta, egy szóval se. Nyertet? Ez a baj. És fenyegetőzik, hogy idején azt megver minket. Jó, az piskóta. A gyerekek, ha nem haragusztok, most nem dudolok, mert a kis jön el ott. Csak beszélgetek most előtte, tárgyalok, és nézem a kommentet, hogy ki mit ír. Nem nyugszik le. Nem. A kis alkas Timibe is beleköt. Ha mit csinált a Timike? Ennivalót vitt neki. Az éhen kóráznak. Hogy egyen. És Timikét bántja. Ennivalót adott a szájába. Mert nem volt mit enni. Megvédem a kis alkas Timikémet, meg a ginámat is. Bizony. Meg Benehabiékat. Duka ezt itt is. Azért állj már maga menet. Hát Ginának nagyon fáj a szíve, gyerekek. Én azóta nekem még mindig itt van a szívemben. Amit átküldött, hogy mit szenvedhet ő, és ez a boszorkány banya. Mindegy, hogy nekem sovány a kezem, majd meghízik. Nekem is volt balesetem. Azért vagyok így. Azt nem kívánom a megelő ellenségemnek se. De Pikachu-nak igen. Így haragja meg a lábodat. Te szerencsétlen. Így. Hogy fáj. De mégis elállok nektek táncolni. Bizony. Azért mentem le. Sokkal jobb súlyba volt. De fájdalomtól nem tudtam menni. Le is van dobadva, de azért én nem táncolok most. Bizony. Értette te, Pikács?
Remélem kikerül ez is YouTube-ra. A szegény Gina hogy sírt? Azóta itt van bennem, a szívembe. Jaj, el fogom egy kicsikét hozni, üdülni. Legyen velünk. Majd én hozok neki egy kis örömet. Megyünk fagyizni mindenhova. Majd én helyre hozom. A mocskos disznó. Gina, mindenkire azt mondja, cigány, hát ő mi? Ő mi? Ő micsoda? Tám magyar. Hát azt el ne higgyétek. Nekem a vészerinti anyám magyar. Én nem tagadom. Nagyapám volt roma. Apám örökölte tőle. Miért tagadjam a véremet? De ha meglátná anyukámat, akkor visszahibe sírna. Mert szép asszony. Csak utálom, mert eldobott. Értette pikácsik lejé. Elveszek valamit, mert fázsok. Jön is be. Valami is kell nézni. Egyed el magad. Bocsánat, csak most tényleg itt szívesen. Ginám, én sajnálok téged, tudod, így meg a láz. Nem jöhet a nyomodba se. Mama, hol vagy? Baba, hol vagy? Aprike zsia, vigye el a nyakadat. Hol vagy, mami? Szuper nagyi. Pikács. Gina, amiért megbántotta a te családodat. És láttam mindent. És a kis farkas Timimet, mindenkit sorozatba. Annyit fog kapni tőlem, ahogy megérdemli. Bízzátok csak rám. És Husztival be fogunk ülni a kocsiba. És hidd el nekem, hogy én leszek az első, aki itt Dávodon megáll. Meglássuk, milyen nagy pufája lesz a mamának. Nem hisz nekem. Igaz? Voltam én már 600 kilométeren is. Túl. De mamócika, az biztos, hogy Dávod téged gyűlöl, mint a szar. Hallgassátok meg a Facebookon, mit mondott csávó, hogy gyűlölik. Csak nézzétek, könyörökbe kérnek benneteket vissza. Gyűlölik és ásóval fognak rámenni, és hogy kisemmizi az embereket. Ott van, nézzétek meg. Én osztottam meg. Én kaptam, hogy tegyem ki. De higgyétek el nekem, gyerekek, hogy Pikachu nem ússza meg. És az övé nem lesz a Dididáré. Fel fogom venni a főnökkel is kapcsolatot, és normális emberek lesznek ott. Bizony, Huszti is ott lesz, én is. Gyereket oda nem lehet vinni, mert nem tudok úgy dudolni, mert csak zavarna, hogy ott szaladgál, stb. Elhelyezem a kisfiamat, lesz jó helyen.
de megmutatom a Pikachu-nak, hogy kell vezetni egy műsort. Tudok normális lenni. Nem kell ahhoz nekem nyegó. Bizony. Tudod, Pikachu, sűrített paradicsomot iszok, a fene vigye el a szemedet. Tudod? Bizony Isten, ez meg amit ittam, kaminás teja, Pikachu. Mikor? A páromnak volt. Születésnapja. Ez azóta megvan ez az üveg. Tudod? De most iszok belőle, hogy nézd meg. Szerinted alkoholt meg lehet így inni, Pikachu? Láttad, Tessa Csola? Láttad? Én már ma ennyit nem ittam. Bizony. Szocsi mocsi, Szocsola. Úgyhogy akadj le rólunk minden egyes ismerősömről, Szocsi mocsi, és majd meglássuk, hogy Dávodom milyen kemény eszel, mert mondtam neked. Jó páran fel vagyunk rád készülve. Mindenkit kérek szépen, amit megosztottam Facebookon, hallgassa meg. Mit mondanak a Szocsi mocsiról, hogy nagyon csinyán megverik. Úgyhogy készülj fel, kisanyám. Nem csak én vagyok, nem csak a másik, a harmadik, negyedik. Itt jó páran vagyunk. Elmenek Dávodra. Dávodiak már rád vannak állva, hogy megvernek. Meg fogod érdemelni. Bizony, amennyi rosszat tettél már. Te kutya fejű. Elköszönök tőletek, mindenkinek szép estét kívánok, hallgassátok meg, amit kiraktam Facebookra. Megyek, mert a párommal is foglalkozni akarok. És ne találj ki te olyan dolgokat, ami nem fedik a valóságot. És amíg Ginát bántottad, minden nap fogok faszolni. Meg a farkas Tibi, hogy ő adott, te adtál neki enni. Kinek? Te szerencsétlen. Timinek? Hát ő vitt neked mindig kaját. Hogy ne halljél. Bizony. Te rohadt szemétláda. Ribanc. Büdös baj. Meg fogom pusztítani az életedet. Ami bántottál rengeteg embert. És eltemetted. Sírva kívántad. Te való vagy oda. Te benned nincs Jézus Krisztus a szívedbe. Te benned egy ördög van. Bántottad a kis Ginámat. Az aranykezit. Éva Kovács. Stb. Mindegyiket. Akik mind hallgatnak engem. Mert dudolok. Mert irigyled aztat, hogy téged nem nagyon akarnak hallgatni. Nem is fognak. Mert egy patkány vagy. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. Holnap fogok jelentkezni. Timikén még fenn vagyok, úgyse tudok aludni. Csucsumucsu. Ginámmal is majd beszélni akarok, hogy vele is mi van. Mert ilyet nem lehet tenni, gyerekek. Remélem, hogy lenyugodott, nem is akarom felcukkolni, legyen jó kedve, mutassa meg csak a banyának, hogy mosoljuk. Ne törj össze, Gina. Ennyit üzenek neked. És én soha nem foglak letiltani. Tudod? Soha. Megvédtél minket, engem, Husztit, gyermekemet. Bizony, úgy szintén, mindenki. Farkas Timi is. Úgyhogy ne add fel. Kacagj. Léci, tudom, hogy fáj a szíved. De hidd el, a Jóisten fent van. Segítni fog. És majd el foglak idehozni magamhoz. Pár napig adj budizál itt velem. Élőlájvozok, stb. Együtt. Egy kicsikét kapcsolódj ki.
Úgy is fogok Pestre menni. De ne hagyjál ennek a szotyolának esélyt arra, hogy te sírjál. Nem érdemli meg, hogy azt lássa, hogy te zokogsz. Ne lássa. Csinálj úgy, ahogy ő. Mert ezt szokta a banya. Tudod? Na, most rájön, Gina. Mert pedofil az ura. Be fog kerülni a dutyiba. Minél hamarabb. Hidd el, nem fog kapni nyugdíjat, mert a nyugdíj neki fog menni. Mivel élj meg a mama? Miből tartsa fent azt a házat? És képes volt inkább férjhez menni. Ez a szégyen. Bocsánat. Csak légy volt a számba. Szerencsétlen mókus. Én fogom kivenni a diridárét, mama. Készülj fel, mert beszélni fogok Banók Lajossal, hogy a főnökével hogy beszéljek. Az igazgató úrra. És majd én megmutatom, hogy kell vezetni egy műsort. Tudok én kultúrát lenni, bizony. Szépen megjelenni. Normálisan. Ja, és mama, nem ittassam. Megmutatom én neked, hogy mennyi rajongóink lesznek ott. És normális emberek, akik dudolnak. Mert többen jelezték nekem, hogy Ibi, én is megyek. Azt hiszem. Kösse el a gatyádat, szupernagyi. Ezt üzenem neked, és a diridáré nem lesz soha tiéd. Nem lesz miből támogasd. Fizesd. Nem lesz. Miből? Papa majd kifizeti? Ricita, vagy hogy mondják? Ricitálunk. Ki fizet többet? Mama, meglássuk, de te ott nem leszel, mert te oda mész, én ugyanádugok, hogy felrepülsz Miholdnak. Az biztos. És gyerekek, még egyet tudjatok, ő nem művésznő, ő egy senki. Én se vagyok énekes, nem vagyok művésznő, én csak egyszerűen dudolok. Tudod, Pikachu? Ezt jegyezd meg. Én odaülök az emberekhez dudolni. De én nem nevezem ki magamat művésznőnek, mert van egy sárga papírod, azt bemutatod. Dugd fel a seggedbe, Batter. Én is tudok menni. Pecsételni, elmegyek, azt akkor fénymásoltatok, azt akkor itt vagyok, én vagyok a művésznő. Én nem csapom be a világot, ahogy te. Te szerencsétlen. Meg hont szerepeltél, Jézus már ilyeneket hazudni. Hol szerepeltél? Hát nincsen tehetséged. Semmi. Majd én bebizonyítom, hogy megmutatom neked, hogy nekem van, és tudok nagyon normálisan beszélni az emberekhez, vicceket elmondani, minden, hogy legyen jó az a show. Azt hiszem, humorista is vagyok. Tudod, Pikács? Elő tudom adni, tudod a Juliska Muliskát. Az te vagy, Pikács Juliska. Kaszinó tojás. Az te vagy. A Bözsi mama is te vagy. Bizony. Megmutatom én neked. Csak ott nem szabad csúnyán beszélni. De tudok körteni. Gyönyörűen. Vicces, humoros legyen a show. Hogy minél többen gyűjjenek és nézzék a showt. Tudod, banya? Na. Ennyit akartam. Aki akar, még elér engemet, fent vagyok. Nem tudok csücsumucsulni, mert most enni fogok girosztálat. Tudod, szupernagyi? Radaira se vegyem meg. Figyelem, hogy egy kódus. Azt a bingóját. Hát mi már oda voltunk giroszt venni a páromnak, magamnak, a kisfiamnak. Bizony, mi vagyunk a kódusok. Ne. Azért kellett volna a pénz. A kódustól, igaz? Meg hogy ide jössz lakni, és ezeket titkolja, hazudik. Hogy essen ki a szemed? És még egyszer mondom, szálljál le minden, mindenkiről. A Gináról, a Banók Lajosról, a Farkas Timiről, én rólam, Duka Eszterről, Bene Habiékról,
Húsorolhatnám, nagyon sok van. Herriettáról, a Britta Éváról, sokan vagyunk. Leszállás, mama. És ha kimegy YouTube-ra, nem bánom, legalább megkapod. Banók Lajos úrnak üzenem, bármikor élőlájvozok, ami tetszik neki, nyugodtan csak tegyek ki. Engedélyezem, hogy mindig megkapd, amit én üzenek neked, Szotyi Motyi. Tudod? Érdekből férhez menni én nem tudnék, de te azt tetted. Mert nem volt lehetőséged, ingyen élő kutya vagy, 20,000 forintos jövedelmed van. Fúj! Te mocsak! Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!